A Dráva tájstábja a tavalyi tengerparti útja után idén további magyar történelmi emlékek nyomában kutatott az Adrián. Negyedik Béla magyar király a tatárok elől menekülve jutott el Klisszavárába, Splitbe és Trogirba, de a Dubrovnik melletti Lokrum-sziget is izgalmas történetek helyszíne. Mai műsorunkban Klisszavárába és Splitbe visszük Önöket. A horvátországi magyar történelmi emlékek nyomában ismét Dalmáciába érkeztünk. Jelenleg Negyedik Béla emlékeit kutatjuk itt, Klisszavárában. Hamarosan találkozunk idegenvezetőnkkel, aki picit többet is mesélni fog nekünk ezekről a történelmi emlékekről. Szervusz! Szia! Megérkeztünk. Szeretettel köszöntelek. Szóval itt vagyunk Klisszavárában. Ugye a Negyedik Bélához kötődik ez az egész erődítmény. Mit kell róla tudni? Igen. Először is szeretettel köszöntelek ezen a gyönyörű napsütötte Dalmácián. Szerencsére ilyen szép időt fogtunk ki. Most egy kicsit kapcsolatba lépünk a történelemmel is. Úgy gondolom, hogy van itt keresni valunk bőven, elég, hogyha Könyves Kálmánra vagy Negyedik Béla királyunkra gondolunk, amikor egy korona alatt élt ugye több nemzet, és a Dalmát tengerpart is a Magyar Királyság része volt. Horvátországi nyaralásainkat ugye többnyire tengerparttal kötjük össze, pedig van itt keresni valunk bőven fent a hegyek között is. Pontosabban itt, ahol most állunk, ugye Splittől pontosan 9 kilométerre, a Kecske és a Moszúr hegy között, Tiszirten, ahol a magyar királyok ősi fészkében egy 2300 fős falut találhatunk, melynek a látképét egy lenyűgöző három koncentrikus erőd veszi körbe. Történelmünk nagyon jelentős várát, ugye Klissza várát, de számunkra Klissza elsősorban a tatárjárás során betöltött szerepe miatt vált ismerté. Ugye a várt először az illírek alapították, és itt észrelehetjük, hogy a történelem során számos alkalommal felújították és újraépítették, ugye a katonai igényeknek megfelelően, pontosabban a törökök, velenceiek, franciák és osztrákok alakították ugye igényeik szerint, ezért a vár a középkor és a jelen időnk igazi kis történelmi múzeuma lett. A várnak a történelme során számos bejáratot is kialakítottak, de volt közötte egy titkos bejárat, amit idővel be is falasztak. 1241-ben ugye Béla király uralkodása alatt a tatárok 500 ezer fegyveressel törtek be Magyarországra. Béla király ugye Magyarországon a Sajó folyónál hadakozott ellenük, de ugye legyőzték. Ebben a csatában Magyarország szinte ugye egész népe elveszett, de maga Béla király teljesen a tengerig, ide a Klisszaváráig menekült, a tatárok előtt, akik ugye idáig üldözték őt, ugye meg akarták ölni, vagy fogjul ejteni. Béla király a családjával és kincseivel együtt ugye elmenekült idáig, Klisszaváráig, ahol ugye menedékre is talált. Közben a királynak a két lánya, Margit és Katalin, ugye a váron belül született, és sajnos a vár falai között adják vissza a lányok lelküket a teremtőnek, de ugye azt szokták mondani, hogy a Jóisten nem csak elvesz, hanem ad is, és ugye megszületett következő lányuk, akit szintén Margitnak neveztek el, és úgy gondolom, hogy ez az a pillanat a történelmünknek, amikor a haza ezen a szent helyen Klissza erődjében van. Szülei, ugye Negyedik Béla és Laskaris Mária megfogadták, hogy a gyermek lányt, ha megszületik, akkor felajánlják ugye a Jóistennek Magyarország megmentésére. Sajnos ezen a helyen még mindig nem engedélyezték azt, hogy az emléktáblát felállítják ugye Szent Margitnak, mert ugye ez Árpádházi Szent Margitnak a születése helye, és valamilyen okból kifolyólag még mindig nem engedélyezik, hogy az emléktáblát ugye kitegyék. Majd ugye 1242 tavaszán érkeztek a vár alá a tatárok,
akik azt hitték, hogy IV. Béla király ugye Klisztavárában tartózkodik, ezért nagy erőkkel, nyilaikkal elkezdtek lövöldözni, és ugye ostromolták a várat, de aztán látták, hogy ugye fekvésénél fogva is ez az erőd óriási nagy, és ugye magason van, és elkezdtek fölfelé mászni rajta, nyilaikkal lövöldözni. Mivel a végén bejutottak a várba, a nagy csalódásukra ugye IV. Bélát itt nem találták meg, ezért abba hagyták a várnak az ostromlását, ráültek a lovaikra, és ugye elvágtattak Trau, mai Trogir városa felé. Hát nézzünk is akkor körbe az izgalmas események helyszínén. Jó. Tulajdonképpen most mire használják ezt a várat, azon kívül nyilván, hogy a turisták látogatják? A váron belül található múzeum is, vannak koncertre kijelölt helyszínek is, van egy ilyen picike kis kincstár rész, ahol meg lehet nézni, hogy hogyan öltöztek, vagy milyen népviseletet, milyen viseleti ruhákat használtak. Tehát akkor alapvetően itt nagy a forgalom az év nagy részében. Igen, rengeteg turistát vonz, pont a történelmi nevezetesség miatt is, meg ugye a Trónokharca című sorozatot azt itt forgatták, és ezért még több turistát vonz most ide ez a várrész. Hazaiak hétvégenként használják többnyire sétálásra, de ők is ugye becsben tartják Kárpátházi Szent Margitot, és ugye a trogiriak is Klisszai Szent Margitként nevezték el. Gyönyörű a kilátás. Nagyon. IV. Béla ezek szerint ide, ebbe a faluba hozta magával az egész családját. Igen, ez egy 2300 fős kis falu, mint ahogy az előbbiekben is említettem, és ugye ez nagyon fontos volt, mert ugye jóhiszeműleg befogadták őt az egész családjával együtt és a kincseivel együtt, ez ugye nekik fontos volt, hiszen nem egyedül érkezett ide, de amint ő meglátta, hogy ugye a tatárok idáig követték és már mászták fel a falon be, ugye ide a vár belsejébe, akkor ő egyedül innen elmenekült. A családját akkor ezek szerint itt hagyta. Igen, a családja az itt maradt, igen. És mennyi ideig voltak, tartózkodtak ők itt? Hát számításaink szerint ők télen érkeztek, és ugye tavasztal, amikor a tatárok ideértek, akkor ő elment Splitbe, és itt hagyta a családját is. Hát akkor nézzük meg a múzeumot. Nézz! Ilyen szépen felújították most ezt az épületet, ez nemrég készült, ahogy látom pár évvel ezelőtt azért nem így nézett ki. És ugye ez egy 19. századi épület. Ez is gyakorlatilag része valamilyen szinten a múzeumnak. Igen. És ugye érdekes, hogy ott van Klisz város. Meghagyták a nevét. Horvátul kiírva, de mégis ugye a város megnevezés, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy falu. Falu, igen, 2300 fős, pici kis falu. Na hát akkor nézzünk körbe. Mi található ide bent? Ezt is most ugye múzeumként használják, és különböző képeket állítanak ki. Megnézhetjük, hogy van-e valami magyar nevezetességgel kapcsolatos kép. Gyönyörű tájképek. Emléktárgyak, dokumentumok. Ezek milyen hagyományok amúgy, ami meg van örökítve a képeken? Tudunk-e erről valamit? Hát ugye minden évben legalább egyszer megszerveznek itt ilyen felvonulást, ahol ugye eljátszák a tatárjárást is, és ugye az ők is hagyományőrző ruhájukba vonulnak fel.
Ugye itt is látni ezen a képen konkrétan, hogy ugye megemlékeznek arra, hogy a tatárok szintén szétverték ugye maga Kliszvárát, és ugye teljesen Splitet is, mert oda is bementek a belvárosi részbe. Tulajdonképpen akkor ezek szerint ennek egy éves szinten hagyománya van. Igen. Nagyon érdekesek ezek az emléktárgyak. Itt is Ferenc Józsefnak az ezüst medálja megtalálható. És még egy, ez 1879-ből, Novcsics Franz József. Érdekes. Negyedik Béla tehát innen Klisza várából Split felé indul tovább, a családja viszont itt maradt. Igen, ez pontosan így van, Negyedik Béla király ugye Split belvárosa felé haladt, és ugye a splitiek számára ő nem is volt egy közkedvelt személyiség, mivel ugye utána mentek a tatárok és a városnak az egy részét lerombolták, de itt van alattunk ugye Split, ami Horvátország második legnagyobb városa, és ezen belül találjuk az 1700 éves Diocletianuszi császári palotát, aminek ugye rengeteg emlékművét most meg is tekinthetjük. Gyönyörű látkép. Klisza váránál említettük azt, hogy Negyedik Béla tulajdonképpen onnan elsőként ide Splitbe érkezett. Igen, a tatárok teljesen idáig követték őt, de ugye a splitiek szeme előtt nem egy közkedvelt személyiség, ugyanis idáig, ahogy eljöttek a tatárok, le is rombolták a félvárost. Viszont ugye Kliszbe született Árpádházi Szent Margit lánya, aki sajnos Pestisben elhunyt, és a másik lánya Katalin is, és a Székegyes egyház bejárati ajtója fölött egy kőkoforsóba vannak eltemetve, amit nem sokára meg is tudok nektek mutatni. Van pár magyar nevezetesség itt a császári fal kapuin belül, amit most megnézünk a perisztilen, ezt is egyébként a Diocletianuszi császár építette, és most át tudunk menni ezen a vastag kőből kialakított alagúton keresztül, amit annó a császár gályái használtak. Megérkeztünk a perisztérre, amit ugye látunk, hogy egy oszlopokkal körbevett tér, tulajdonképpen egy fogadóhelyszín volt, egy fedetlen protokolláris udvar. Maga Diocletianuszi császár ugye itt ezen a szent helyen kiállt minden reggel, és ugye itt fogadta a népét, itt mondta el nekik a napi programokat, lehetőségeket, és megérkeztünk a Szent Dúje székesegyházhoz, amit a 7. században Ravennai János keresztelői templommal szentelt. A bejárati ajtó fölött található egy pici kis kőkoporsó, dísztelen kőkoporsó, ahova Negyedik Bélának ugye a két lánya,
első Szent Margit és Katalin van eltemetve. A kőkoporsóra rá van írva, ugye rá van vésve, hogy IV. Béla magyar királynak a lányai, Katalin és Margit 1242. március 13-án elhunytak, ugye a Kliszai várban. Amit még magyar szempontból fontos tudnunk, itt a katedrális bejárati ajtajánál található ugye két oroszlán, és mindkét oroszlán fölött van ugye egy-egy oszlop, és az oszlopon három-három szoborcsoport van a bal oldalon, ugye lehet látni IV. Bélának a feleségét, Laszkarisz Máriát, két nemessel együtt, a jobb oldalon, viszont IV. Béla királyunknak ugye ott volt a szoborja, de mivel ő nem volt közkedvelt itt a spritiek körében, mivel ugye már említettem, hogy a tatárok teljesen bejöttek Spritig és lerombolták a várost, ezért leszették, és most egy görög állat motívumát lehet rajta látni. Van-e más magyar vonatkozású dolog itt a helyszínen? Meg kell említenünk ugye mindenképp a harangtornyot, melyet a művészettörténészek, ugye Dalmácia legszebb Campellinének neveznek. Ugye most azért ezt halljuk is. Magyar szempontból ez azért fontos, mert magyarországi királynők kezdték el építeni. Magyarországi Mária, a 5. István lánya a 13. században, majd Károly Róbert felesége Erzsébet folytatta ezt tovább. A katedrálison kívülről ugye több magyar királynak és hozzátartozóinak a szobrát lehet látni, de időközben ugye maga az idő is ezt megcsonkította, és a velenceiek, amikor bejöttek ide a városba, hát ők is ugye az ostromlás alatt tönkretették ezeket a szobrokat. Amit még szerintem érdemes megemlítenünk, az Móra Ferenc Aranykoporsó című művét, amit szintén Diokléciánuszi palota és maga a király ihletett. Talán még érdekes magyar szempontból az, hogy ugye itt található jobbra kint az aranykapu, emellett található egy román stílusú épület. És maga IV. Béla király, mikor a lányainak a temetését intézte, pár napot itt töltött ebbe az épületbe, és ugye azért hívják ezt Béla királynak a házának. Amit még szerintem megjegyezhetünk, és nem utolsó sorban ugye fontos, hogy ne felejtsük el, hogy Split 1105-ben Kálmán király serege alatt magyar uralom alá került. Béla királyunk, ugye ezen az aranykapun keresztül vonult ki a császári palotából, egyenesen Trau városa felé, ugye a mai Trogirba. Hát akkor nem is maradt más hátra, mint hogy Trogirban folytassuk az utunkat. Folytassuk, nézzük meg, hogy milyen nevezetességek várnak ott.